Sziasztok, Maja vagyok, és el szeretném mesélni, hogy mi történt ma velem. Egy nagyon-nagyon nehéz napon vagyok ma túl. Annyira nehéz napon, hogy ebédszünetben, én nagyon-nagyon közel lakom a munkahelyemhez, hogy ebédszünetben haza kellett jönnöm, és itthon aludtam egy órát, hogy újra vissza tudjak menni dolgozni. Nagyon nehéz volt, és amikor hazajöttem a rendes munkaidőm elteltét követően, akkor is azt éreztem, hogy abszolút mértékben le vagyok szívva, és nem tudom, hogy vigyem tovább így az estémet. Majd egyszer csak gondoltam egyet, és felraktam az összes karkötőmet, és elkezdtem hallgatni a téta meditációt, amitől ez a befagyott állapotom, amiben szinte ilyen zombiként ültem, egyszer csak így elkezdett leolvadni rólam. Én ezt nem is tudom igazából mihez hasonlítani, mert most így mosolygok, és látom a reményt, a fényt az alagút végén. Ha ezt más mondta volna nekem, hogy ezek a kiegészítő eszközök tényleg képesek így rám hatni, biztos, hogy furcsa néztem volna rá. De így, hogy ezt magam tapasztalom, a saját bőrömön, nincs kérdés. Abszolút nincs kérdés. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem fogok ma gyakorolni, mert természetesen fogok, de hihetetlen, hogy mennyire képes átbillenteni egy annyira kizökkentett állapotból, amit nyilván nem nevezhetünk tisztulásnak, mert tudom, hogy most tisztulásokon megyek keresztül, de elmondhatatlan. Ha gondoljátok, ti is próbáljátok ki, mert nekem csodákat tett. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!